A napjainkban a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Georgikon kampuszának kezelésében álló területen található házban született Szendrei Júlia. Vélhetően ebben a szobában látta meg a napvilágot 1828. december 29-én. Az emlékszobában Szendrei Júliával kapcsolatos relikviákat, eredeti könyveket láthat az érdeklődő. Ez a hölgy a barátnőjével érkezett a megemlékezésre. Tulajdonképpen ezért is jöttem el, hogy bővebben tájékozódjak, ismereteket szerezhessek az ő életéről, hát ismerve munkásságát és férjének az életét, ugye, hogy ez mindenképpen példaértékű számomra, a mai nők számára is példaértékű az ő élete. Az akkoriban Újmajornak nevezett Keszthelyi területen élt a Borsodból származó Szendrei család. A kiállításon Júlia portréjának egy másolatát is megtalálhatjuk, de a korabeli Keszthelyről, valamint Andersen fordításaiból is láthatók részletek. Ilyen szép eredeti állapotában viszonylag kevés maradt meg. A Mate Georgikon kampusza a Petőfi Irodalmi Múzeum közreműködésével rendezte be az emlékszobát és vállalta a kiállításként való fenntartást. Lukács Gábor, általános kampusz főigazgató helyettes nagy szeretettel gondozza a Szendrei Júlia emlékét. Egyet tudunk érteni Teleki Blankával, hogy minden nő, kinek testvére, férje van, tegyen úgy, mint Petőfiné, hogy ő mert újra kezdeni. Tehát mert belevágni egy második házasságba, mert gyermeket vállalni, és szerintem Szendrei Júliának túl azon, hogy Petőfi özvegye, talán ez a legnagyobb értéke, és ez ami a legnagyobb mondani valója talán az életútnak. 193 éves született Szendrei Júlia, aki Petőfi Sándor magyar költő múzsája, felesége volt. Szendrei Júliára Huszár Mihály, a Marcali Múzeum történész főmúzeológusa, a Polgárosodás és Nőeszmény című rövid előadásával emlékezett meg. Úgy fogalmazott, abban a korban nem volt szokványos, amit az irodalmi területen Petőfi felesége nemes asszonyként megtett. Nem ez volt az elvárás egy művelt nemes asszonytól, nem ezt fogalmazták meg, főleg a férfi társadalom nem ezt fogalmazta meg. Egy háztartás vezetés, egy családi központú gondolkodásnak az eszközeként tekintettek idézőjelbe a hölgyekre, nőkre, és ez a szerepből ő kilépett. Szendrei Júlia szembe ment a társadalmi elvárásokkal, erejét és idejét alkotó munkákra fordította. Petőfivel való viszonyát édesapja, a Festetics uradalom tisztartója sem nézte jó szemmel. A Keszthelyi önkormányzat által 2009-ben felújított épület falán lévő emléktáblát Pór Judit, a Georgikon kampusz oktatási főigazgató helyettese, valamint Huszár Mihály koszorúzták meg. A tervek szerint Szendrei Júlia szülőházában új tárlattal egy nagyobb emlékszobát rendeznek be a jövőben.